9. rész, Kurt Tepperwein, a szellemi törvények. Az ego, avagy az én illúziója. Figyelj legbensőbb énedre, hisz ott van a jó forrása, amely újra meg újra feltörni kész, amint utána ásol. Marcus Aurelius. Aki igazán szeret, mindenben Istent szereti, és mindenben megtalálja Istent. Eckhart Mester. Az ego, avagy az én illúziója. Mit gondolsz? Ki vagy te? Kezdetben a lét egy darabkája voltál, s hogy megtapasztalt ki, vagy az egyetlen tudat individualizált részévé váltál. Önként vállaltad, hogy a születés kapuján keresztül haladva belépsz egy emberi létbe, és részt veszel az életjátékban. Választásod, hogy ember leszel, egyben azt is jelentette, hogy felveszed a tudatos emberi gondolkodást. Most azonban eljött az idő, hogy bevégezzük a dualitás kísérletet, amely itt a Földön zajlik. Ezt a dualitás játékot végtelen hosszú idővel ezelőtt kezdted el. Minden e Földön eltöltött életet abban az illúzióban éltél le, hogy el vagy szakítva az egésztől. Magadat egóként tapasztaltad meg. Elfelejtetted, hogy az élet játék, amelyet a te örömödre alkottak meg, és most azt hiszed, te magad vagy a tested. Test, értelem, érzület azonban csak eszköz a kezedben, amelyek hozzásegítenek az észleléshez, a cselekvéshez. Te vagy azonban az, aki ezeket az eszközöket használja és kézben tartja. Te az vagy, aki léte legmélyén mindent tud. Ez a részed a te igaz valód. Sem testeddel, sem gondolataiddal, sem érzéseiddel, s még csak az élettel sem azonos. Az életjáték értelme éppen az, hogy felfedezd ezt az igaz valót. Ez az egyetlen igazán fontos felfedezés, amelyet ebben az életben megtehetsz. Ez ugyanis a kulcs ahhoz, hogy az emberi létezést értelemmel töltsük meg. Ha felismerted igaz valódat, akkor megismerted Istent, és keresésed végére értél, célba jutottál. Akkor már nincs szükséged a kis énre, az egóra, amely ahhoz kellett, hogy a testet, az életet és a gondolkodást egy individuális, a benne lakozó tudat hordozója köré koncentrálja. Ez a kis én ettől kezdve már csak akadályoz téged a további transformációk útján. Az ego időszaka lejár. Mostantól azzal a felismeréssel élsz, hogy valódi lényed nem más, mint az egyetlen, mindent átfogó tudat, individualizált, ám többé már nem elszakított része. Igaz valód szerint, tehát halhatatlan vagy, és tökéletes.